Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntjük Önöket itt a Casino Win Pécs adventi promóciójának sorsolásán. Sajnos a mostani helyzet miatt nem tudnak Önök itt lenni élőben, ezért kellett ezt a megoldást választanunk, hogy így tudjuk Önöknek kisorsolni ezeket a nyereményeket, mert arról azért nem szerettünk volna lemondani, hogy Önöket megajándékozzunk, hiszen Önök is itt vannak velünk minden nap. Először is szeretném megköszönni Önöknek a hozzáállásukat és a segítségüket, hogy ezekben a nehéz időkben is betartják a szabályokat, segítenek minket és kollégáinkat. No, de térjünk a tárgyra. December 1-én Adventhez kötve meghirdettük ezt a promóciót, aminek az volt a lényege, hogy Advent 4 hetére felosztottunk ilyen nyeremény szelvényeket, amiken kellett matricákat gyűjteni, minden matrica más sorszámban rendelkezett, első héten 1-est kellett, második héten 2-est, az volt a lényege igazából, hogy különböző színűek legyenek. Köszöntöm köreinkben segítőimet, Győri Dominikát, mindig csinos, mindig itt van velünk, őt Önök már ismerik, a menedzsment képviseletében Cserna Istvánt és dr. Kaluber Lászlót, köszönjük, hogy itt van és segít minket közjegyző szerepében. Szerintem akkor kezdjünk is bele, először is egy kis szabályzat. Tehát ezeket a füzeteknek a hátulját ki kellett tölteni, szakszerűen előrehétséget kellett megadni Önöknek, nekünk, azért, hogy el tudjuk Önöket érni és ki tudjuk értesíteni. Általában úgy szoktak ezek működni nálunk, hogy azok nyerhetnek, akik itt vannak, de mivel most jelen pillanatban sajnos senki nem tartózkodhat itt, ezért fogunk húzni minden nyereményre egy nyertest és egy pótnyertest. A pótnyertes akkor lép életben, hogyha a főnyertes nem veszi át a nyereményét időben. Kezdjük el, én szerintem ne húzzuk az időt, Önök is izgulnak. Az első nyereményünk egy Moé pezsgő. Én most kinyitom ezt az urnát. Kedves Dominika, kérlek, húzd ki az első főnyertesünket. Az első főnyertesünk Sallai György, de sajnos ennek a kártyának a hátoldala, mint ahogy látom, nincsen tökéletesen kitöltve. Így tehát a szelvény, amint előbb említettem, érvénytelen. Dominika, kérlek, húzd egy következő főnyertest. A második nyertesünk viszont teljesen ki van töltve, úgyhogy ez szabályos lesz. Páncél György Zsolt, ő az első számú nyertesünk, vagyis a főnyertesünk erre az üveg pezsgőre, amit akár, hogyha holnap, mert mi természetesen nyitva vagyunk már holnap reggel 7 órától, holnap reggel átvesz, akkor már akár az ünnepi asztalon ott lehet, vagy elteheti szilveszterre ezt a jó minőségű pezsgőt. Szóval Páncél György Zsolt a fő nyertesünk. Dominika, kérlek, húzzuk ki a pótnyertest, amennyiben ugye a nyertes 12.30-ig, azaz december 30-a este 7 óráig veheti át a nyereményét, ha addig ez nem következik be, akkor a pótnyertesünk fog a helyére lépni, aki Váradi József. Váradi Józsefnek egyébként december 31-e reggel 7 órától január 3-a este 7 óráig, azaz a kaszinók bezárásáig lesz ideje ezt átvenni. A második nyereményünk egy gyönyörű szép Swarovski gyaklánc hölgyeknek. Ugye ha a hölgy nyeri meg, akkor egyértelmű, hogy ez mennyire jó ajándék, ugye a hölgyek nagyon szeretik az ékszereket. Ha úr nyeri meg, akkor pedig megsegítettük neki a karácsonyi ajándék választást. Valljuk be, uraim, néha azért ránk fér az ötletesség. Dominika, nézzük a főnyertesét a nyakláncnak. A főnyertese a Swarovski nyakláncnak, és mindenki van töltve, dr. Koltainé Kovács Fruzsina. Ha Fruzsina nem veszi át az ajándékát, természetesen erre a nyakláncra is van pótnyertesünk. A pótnyertesünk pedig ebben az esetben Tóth László. Hát László, hogyha úgy alakul, akkor Ön valamelyik szeretének tud ezzel az ajándékkal kedveskedni. A harmadikunk egy nagyon divatos BMW női karóra. A hölgy nyeri, ugye természetesen tudja hordani, itt lehet velünk a kaszinóban, tudhatja mennyi az idő. A férfi nyeri, megint csak könnyű ajándék. Nézzük a főnyertes.
A BMW karórára is dr. Koltai nevű Kovács Fruzsina jelentkezik elsőnek, mint főnyertes. Amennyiben Fruzsina 30-a este 7 óráig nem veszi át, pótnyertesünk lép életbe erre a szép órára. Az pedig nem más, mint Marász László úr. A következő pedig egy Festina férfi karóra, tehát ne csak a hölgyek tudják az időt, azért uraim, mi is legyünk képben. A főnyertes pedig Nagy Bozsár Ernő Tamás, tehát egy férfi, talán egy férfi óra jobban is áll egy férfinak. De ha ő nem veszi át, akkor a pótnyertes, nézzük Dominika, ki lehet a pótnyertese ennek a szelvénynek, ez is teljesen ki van töltve. Taylor Julius úr, tehát ez az óra mindenképp egy férfi birtokába fog kerülni, ami talán jól is van így. De ötödik számú tételként megint a hölgyeket veszük figyelembe egy női furlattáskával. Nézzük ki az, aki már holnap reggel, akár 7 órától, ezt ne felejtjék, hölgyek és urak, ugye mi itt vagyunk, reggel 7 órától az aktuális vezetőnél, menedzsernél lehet jelentkezni. Ez Nagy Bozsár Ernő Tamás ismét. És ha tisztelt Tamás úr nem jelentkezik, akkor ő helyett a pótnyertesünk erre a női táskára. Pedig Sallai György lenne, de sajnos ez szerintem ismét érvénytelen szelvény. Dominika, kérek a táskára egy pótnyertest. Sallai György ismét nem töltötte ki. Nagyon sajnálom, mert ez ilyenkor szörnyű, amikor az ember több nyereményre is jogosult lenne, és egyszerűen nem töltötte ki. No, egy szabályos, teljesen szabályos, Tóth László a pótnyertese ennek a táskának. Na és akkor hatodik számként jön egy olyan, ami férfi vagy nő, teljesen mindegy, jó lesz, ahol van, egy robot porszívó. Hát ki szeret porszívózni, hölgyeim és uraim? Sokkal jobb otthon tévézni, akár ezen a televízió, majd miközben a porszívó teszi a dolgát. Nézzük a főnyertes dombot. Egy érvénytelen ismét, ezeket majd le kell könyvelni. Dominika, főnyertes a porszívóra ismét. A porszívónk főnyertese Tóth László úr. Dominika, porszívónak kell lennie egy pótnyertesének is, amennyiben Tóth úr nem veszi át a nyereményét. Ez ismét Nagy Bozsár Ernő Tamás. Ő az, aki majd 31-én, amennyiben Tóth úr nem érkezik meg, jelentkezhet a porszívóért. És akkor a következő nyereményünk pedig egy elektromos roller. Ez egy nagyon divatos dolog, meg lehet spórolni vele akár a buszjegy árát. Ha valaki nagyon merész, akkor akár téli időkben is kimozdulhat ezzel. Nézzük ki a főnyertese, Domcsi, ennek a rollernek. Kihez kerül akár már holnap a fa alá, és rollerezhet otthon a lakásban körbe-körbe. Ez pedig nem más, mint Tóth László úr. Szóval Tóth László úr, arrébb húzzuk ezt egy kicsit. Szóval Tóth úr, arról volna szó, hogy ude kényelmes. Ezzel kellene akkor majd közlekedni. Akár ezzel jöhet hozzánk is, hogyha van erre lehetősége. Egyszerűen, hát ez 21. század, erre nem lehet más mondani. És akkor viszont, ha Tóth úr nem jelentkezik, érte kell lennie ugye ennek is egy pótnyertesnek. Domi? Amennyiben Tóth úr nem veszi, hát Horváth Sándor úr közlekedhet ezzel a, hát nevezzük járműnek, elektromos rollerrel. Nyolcadik nyereményünk pedig itt látható mögöttem, ez a Samsung 50-es UHD TV. Akár nő, akár férfi nyeri, jól jár vele, hisz uraim, ki ne szeretne tűpontos tévén futballmeccset nézni, hölgyek. A romantikus filmeknek a nagy kedvelői, ki ne szeretné látni mondjuk Ryan Goslingot Full HD-ba. De nézzük, Domcsi, ki teheti meg ezt akár, mit mondtam, akár holnap. Tehát már a karácsony fa alá ezek bekerülhetnek, mert mi nyitva vagyunk, és itt vagyunk.
A televízió első nyertese pedig Gergely Szilárd Miklós. Gratulálunk neki! Ő akkor előbbi kategóriába tartozva akár futballmeccseket nézhet, vagy amihez kedve van. Természetesen a TV okos, tehát Smart TV, ami azt jelenti, hogy akár a Casinovi honlapját és ezt a videót is visszatekintheti a televízió. De ha neki nem kell, vagyis hát mondom inkább úgy, hogy nem jelentkezik érte, akkor a pótnyertes pedig Csalai György lenne, ha érvényes lenne a szelvénye, de sajnos úgy látom, ő egyikre sem írt rá mindent precízen. Nézzük a pótnyertest. Amennyiben az úr nem veszi át, akkor Tóth László az elektromos rollerén bejöhet és elviheti a televíziót, mint pótnyertes 31-e reggel 7 órától. És akkor az utolsó nyereményünk, amiért akár mondhatjuk, hogy főnyeremény, hölgyeim és uraim, és a Casinovin Pécs önökhez szeretné itt a falá ezt tenni, ez pedig az idén megjelent iPhone 12-es Pro Max. Ez talán elég apró ahhoz, hogy magamhoz is vegyem. Ugye az iPhone ki ne ismerni, annak idején berobbantak, és azóta is vezetik a telefonos kategóriát. Ide leteszem, hogy hát ez nagyon jól néz ki, azt kell, hogy mondjam. Egyébként az iPhone-ról annyit kell tudni, hogy mint mondtam, idén jelent meg. Ezzel a kicsi készülékkel akár már holnap a karácsonyi ebédet úgy le lehet fotózni, hogy annak még akár júniusban illata is legyen, hiszen ezt az egész közvetítést, amit most csinálunk, meg lehetne tenni ezzel pici telefonnal is. Na de ne húzzuk az időt, nézzük Domcsi, kinek kedvez a Casino Pécs, a Casino Pécs fortunája, és viheti haza akár a főnyereményt. Az iPhone 12 szerencsés nyertese, a főnyertese Dákai Roland. De amennyiben Roland úr nem érkezik, akkor itt is kell, hogy legyen egy pótnyertesünk. Ez pedig Nagybozsár Ernő Tamás lehet a második jogosult arra, hogy megérkezzen ezért a telefonért, és ezzel bearanyozza majd a jövő évet. Amit nagyon remélem, hogy könnyebb, egyszerűbb év lesz önöknek is, nekünk is és az egész világnak. Tehát összefoglalva, körülbelül 1.100.000 forint értékben ezeket a nyereményeket tudtuk önöknek a falá csempészni. Én a magam nevében, a kollégáim nevében és az egész Casinovin Pécs nevében nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nehéz évben is együtt tudtunk lenni, tudtak jönni, szórakozni, mi próbáltuk feledhetetlenné tenni, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy a szabályok betartásával segítettek minket ahhoz hozzá, hogy önök egymás közt a személyzet és mindenki biztonságosan tudja le ezt az évet. A következő sorsolásunk egyébként nem akarom nagyon elszpoilerezni, de idén még lesz egyszer december utolsó napjaiba. Addig viszont önöknek, kedves szeretteiknek és családjuknak holnapi napon áldott és békés karácsonyi ünnepeket kíván a Casinovin Pécs személyzete. Jó éjszakát kívánok! Még egyszer összefoglalva, a mai tárgynyereményeink nem voltak sok, mint egy Moët pezsgő, egy Swarovski nyaklánc, egy BMW női a nyakláncot, ugye, amit ha jól emlékszem, talán Fruzsina nyert. Tessék nézni, ez minden női nyakéket én szerintem megaranyoz, megkoronáz. Köszönöm István. A következő nyereményünk volt egy női BMW karóra. Ez is itt van természetesen köztünk. Gratulálunk a nyertesnek. Ugye, hogy a urak sem maradjanak le az időpontos tudásáról, egy Festina férfi. Húha, meg kell mondjam, irigykedek, ez egy nagyon szép óra. Uraim, gratulálok a nyertesnek, szeretném én ezt holnap kimondani, de hát önökért vagyunk. A női táska, piros, nagyon szolíd, gyönyörű, akár ide is lehet hozni, pont bele fog férni annyi zseton, amennyit nyerni tudnak, talán még több is. A robot porszívótaig nem szeretném megemelni, de itt található mellettünk, ugye nagyon kompakt, erre is azt tudom mondani, hogy 21. századi termék, van egy nagyon egyszerű leírása, egyszerűen csak le kell tenni a földre, és ő tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát összefoglalva ennyi lett volna, hát ugye a tévét, a rollert megmutattuk, tehát a rollernek és a televíziónak, meg ugye a mellettem látható telefonnak is lett gazdája. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és békés karácsonyi ünnepeket kíván a Casinovin Pécs személyzete önöknek.